Egy nap repülés nélkül. Ma én őrzöm a szökőkutat. Yeah! Oh. Hey! Hey! Ha! Hello! Na, Jenna! Tessék, láttátok ezt a trükket? Amit látunk, az egy őrült repülés volt. Minden nap rád kell szóljunk, hogy legyél már sokkal óvatosabb. Miattad majdnem elveszítettem a virágomat. Én meg a kürtömet. Akkor én is indulok. Én azt hittem, élvezték a játékomat. Sajnos annyi gondot okoztam. Katasztrófa vagyok. Hát, akkor nem repülök többé. Így majd nem zavarok vele senkit. Nem repül. Akkor megáll a levegő. És akkor majd nem mozog semmi fantázi hegyen. Ó, kapjál! Jenna, ide nézz! Ha? Betettem pár pillecukrot a sütőbe. Rájuk tudnál nézni? Léci! Mindjárt visszajövök. Persze! Ha hallod, hogy mocorognak, akkor kapcsolod ki, oké? Okay? Igen, igen! Ott hagytam a kürtömet. El tudnál vele repülni? Nem, nem repülök. Jenna, ezt el tudnád hozzám vinni? Nálam festenek a varázsecsetek. Nekem le kell mennem a tóhoz. Köszi! Szia! Kóstold meg az új jégkrémünket! Rendben! Mit kell még csinálnom? Igen! A kürt! Ne! Rózi festékei! A varázsecsetek! A jégkrémeket használják! Ezt nagyon elrontottam! A pillecukrok! Ez egy rémálom! A kürt! Ide! Ne! Nézz körül, és lásd a saját erődet! Ez én voltam. Eddig nem láthattad. Nem mozog semmi, mert nem repülsz. A te repülésed mozgatja a világot. Mozog a szárnyad. Mozog a világ is. Újra repülnöd kell. De a repülésem mindig csak bajt okoz. És nem akarlak megbántani titeket. Ezért nem repülök. De azt nem teheted, mert az életed része a repülés. Azt kell, hogy repülj, csak legyél egy kicsit óvatosabb. Ennyi. Hát... Repülj! Rögtön jövök, bízhattok bennem! Igen! Ó, a kürt! Fantasztikus voltál! Hiányzott a repülés! Köszönjük, Jenna! Ismét egy különleges nap volt ez Fantázia hegyen.
tűz. Menjünk kempingezni. Hé, nem láttátok Jutit? Fontos, hogy ne váljunk szét, különben elveszítjük egymást. Egy új világ felfedezése. Ezt majdnem elkaptam. Igen, igen, majdnem. Ó, figyelj! Megadobás! Kapd el! Ne nevess! Nem én voltam. Most visszakapod. Ó, ő kicsoda? Látjátok, milyen szép a ruhája? És tollas fejdísze is van. Hagyjátok őt! A Fantasy hegyről jött. Hogy mi? Olvastam róluk egy képlegénybe. Nézzétek, mindent tudok a Fantasy hegyről. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tényleg fantasztikus vagy. Ha? Au! Szegény! Gyerünk, vigyük el őt az én házamba. Most már elég. Fogadd el végre. Nem repülsz. Hé, most tanulom. De nagyon jól tudom megállítani az időt. Állj meg idő. Megállítani az időt? Nagyon menő. Ez a menő. ez finom. Gyerünk, meg kell találnunk Fellit. Ébredezik. Hol vagyok? A völgyben, de te mégis ki vagy? Felli vagyok. És te honnan jöttél? Én a Fantasy hegyről jöttem, vagyis teleportáltam. Ó, szegény, tényleg beütötte a fejét. Csak képzelődik. Nem, higgy neki! Ő egy fantasy. Mi a mágikus varázserőd? Tudsz repülni? Vagy eltűnni? Tényleg a felhőkön siklasz? Itt van. Megnyugodhatsz. Gyere, induljunk. Wow! Ne, várj, Feli! Hogyan jutunk el Fantasy hegyre? A teleportálón keresztül. Keres egy cívformát, de nem lesz mindig egyértelmű. Tapsolj hármat, tedd a kezed a fejedre, majd a derekadra. Ugorj előre és hátra. Minél gyorsabban mozogsz, annál könnyebben nyílik meg a kapu. Ezután kiabáld be, hogy tűzkapu, buborékszökőkút, vigyél át Fantasy hegyhez. Mégis igaz. Most már elhiszitek nekem? Menjünk mind a Fantasy hegyre. Szuper, de hogyan találjuk meg a kaput? Ó, pillanat, és én is megyek. El kell tennem a cuccaimat. Megvannak a szívek! Tűzkapu, buborék szökőkút. Vigyél át a Fantasy hegyhez! Yeah! Yeah! Wow! Giginek igaza volt, tényleg létezik. Oda néz! Láttad? Mint a gyémánt. Sziasztok! Örülünk, hogy jöttetek. Ő láthatatlan. Ő száll. Köszönöm, hogy vigyáztál rám. Fantasy hegyén!
Érkezőj, Fantasy hegy! Érkezem! A tökéletes buborék. Imádom a buborékokat. De jó lenne egy óriási buborék. Egy nagyon nagy, ami úgy pukadna szét, mintha esne. Ha olyan nagy lenne, hogy lehetne rajta lovagolni, mint egy póni. Ó, ezek nagyon, de nagyon kicsik, és lehetetlen őket elkapni. Van egy szuper ötletem! Készítsük el a tökéletes buborékot! A buborék készítés nagyon bonyolult, de ezzel a recepttel elkészíthetjük a tökéletes buborékot. Szükségünk van vízre és szappanra, és egy buborék készítő masinára, a 3000 pluszra. Micsoda találmány! Ez hatalmas! És nagyon szép színes, gyönyörű! Először szappanos vízre van szükségünk. Én teszek hozzá egy kis festéket. Így szép színes buborékaink lesznek. Én parfümöt öntök bele, hogy illatos legyen a buborék. Én pedig teszek hozzá egy kis epertortát, tejszínhabban, hogy finom legyen. Nem esszük meg a buborékokat. Ne, semmit ne adjunk már hozzá. Kövessük inkább az eredeti receptet. Szuper! Eddig jó, kész a folyadék. Most mindenki fújjon. Ha? Lédi, mindenki, te is. Rendben, te vagy a főnök. Figyelem, lányok! Nagy levegő, és egy, és kettő, és három. Fúj, erősebben! Szuper, jól csináljátok! Állattá, készen álltok! Ezek a buborékok tényleg nagyok, de könnyen és gyorsan kipukkadnak. Szerintem ez így nem fog működni. De miért nem jó? Tudom! Kell még szappan! Több szappan, több szappan, több szappan! Hé, szerintem ez túl sok lesz. Nem lesz túl sok, csak figyeld meg! Most senki sem mozduljon a helyéről, mert ez így nagyon veszélyes. Mivel az előbb sok szappant tettetek bele, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Mit csináltok itt? Menjetek vissza a helyetekre. Nézd! Nézni? Mit? Segítség! Ez a buborék törhetetlen. Túl sok lett a szappan! Mondtam, hogy kövessétek a receptet! Nektek minden csak játék! Nézzétek meg, hogy mi lett belőle! Persze, hogy játék! Emlékeztek, hogy szétdurrantak a buborékok? Ha? Játszunk! Már Misszi, kiszabadítunk! Bocsi, hogy ilyen mérges voltam, de... Csináltunk egy óriási buborékot! Igen, és még ugrálhattunk is egy kicsit a tetején. Magic Tears! Wow! Milyen szuper! Micsoda színek! Yeah!
titkos csillagkép, első rész. Oh. Hello. Hát te meg mit csinálsz? Érdekességeket keresek, például egy kék csillagot. Ez engem is érdekel. Segíthetek? Persze, gyere fel! Nézd jobbra, ott látod a szivárvány csillagképet. Asztal, milyen szép színes! Az meg egy gravitációs köd, olyan, mint a fagyi. Gravi, micsoda? Igazából mindegy is. Látom a holdat. Mi? Hát én nem látom ezt a kék csillagképet. Tudom, én sem. Ez az egyetlen olyan csillagkép, amiről csak rajzon van. Olyan messze van, hogy nem látjuk. Jó éjszakát, Missy, majd holnap folytatjuk. Mi folyik itt? Vár! Erről az oldalról szebb vagyok. Már kész a kép erről is? Hé! Nem tudjátok, honnan jön ez a zaj? De, ez Missy. Úgy látszik, megint van egy nagyszerű ötlete. Missy. Missy! Óriási zajt csapsz ezzel. Pedig próbáltam volna aludni. Jó reggelt, Venti. Fogd meg kérlek ezt a kalapácsot. Köszi, most már visszaadhatod. Kész. Egész éjszaka dolgoztam a te űrhajódon. Nos, most már meg tudod keresni ezt a különleges csillagképet, és szervezhetünk egy szuper jó űrkirándulást! Így! Lehet, hogy még egy picit kell javítani rajta. Missy, ez nem úgy néz ki, mint ami most tudna repülni. De nagyon köszönöm, igazi jó barát vagy. Wow! Nem kell rajta javítani. Így jó, ahogy van. Csak nézz rá! Wow! És itt van hozzá a használati utasítás. Itt is csinálj egy képet rólam. Jól nézzünk ki! Űrhajó, mindjárt felszáll! Wendy, ne! Hát ti meg mit csináltatok itt? Sajnos nem tudom, hogy mit nyomtam meg! Elég a sírásból! Fussunk innen! Kifelé! Au! Egy Jenny vagyok! Missy, mi volt ez? Wendy, Léna, Lulu és Lady elindultak a világűrbe! Tényleg? És hogy jönnek vissza? 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 Az űrből? Nem tudom, hogyan jönnek vissza! Hát ez furcsa. Úgy hívják, hogy súlytalanság. Nem értem, ilyen csak az űrben van. Már be is sötételett. Jól elröppent ez a nap. Léna, itt bizony nem éjszaka van. Kirepültünk a világűrbe! A titkos csillagkép második rész. Na most mi a baj? Wendy, Léna, Lady és Lulu kimentek az űrbe. Egy nagy űrhajóval.
és nem tudjuk, hogy jönnek vissza. Én csak azt szerettem volna, hogy Wendy lássa a kék csillagképet. És ez a használati utasítás hozzá? Csak el kell olvasnunk, és megtudjuk, hogyan tudnak visszajönni hozzánk. Hát, de azt hogy mondjuk el nekik? Mert ők fent vannak, mi meg lent. Van itt egy csomó gomb, az egyik biztos hazavisz. Jó, de melyik? Biztos, hogy Missy tudja. Úgy látom, a világűr közepén vagyunk. Au! Hát persze, a Crymobile. Kittynek van egy táblagépe. Fel tudjuk hívni. Itt van Léna, Wendy és Lady. Felhívtak a tabletemen. Szuper! Á, de jó látni titeket. Segítünk! Ezzel itt! Hogyan? Ez a te űrhajód. Mi azt se tudjuk, mit csináljunk. Nyugi, ez egyszerű. Az űrhajóban vannak színes gombok. Egy szinkot kell a leszálláshoz. Nagyon fontos, hogy a jó sorrendben nyomd a gombokat. Mert csak három lehetőség van. Utána elfogy a Magic Tears ereje. A jó sorrend. Piros, piros, kék, zöld, piros, zöld, kék, sárga. Oké, értem. Én nyomom a pirosat kétszer, majd a kéket. Léna nyomja a pirosat és a zöldet. Lady nyomja a kéket és a sárgát. Készen álltok? Készen? Kezdem! Mire? Lulu, ne! Első kísérlet sikertelen. Fejjel lefelé vagyunk, Missy! Lulu, ez a te hibád! Ne aggódjatok, még van két lehetőségetek! Gyerünk, most nem hibázhatunk! Mehet! De, hol van? Nem találom a sárga gombot! Második kísérlet sikertelen. Szédülök, rosszul leszek. Ó, ne! Már csak egy lehetőségük maradt. Megtaláltam. A sárga gomba az a padlón van. Ó, ne! A táblagép pont most már ül le. Igen, mert egész reggel néztem, hogy hogyan ültetik a hagymát. Hol, Missy? Nem hallok. Hol a sárga gomb? Ó, ne! Megszakadt. Nem tudom, hogy beszélhetünk-e még velünk. Mit akarsz mondani, Lulu? A padlón? Ott van egy nagy sárga gomb! Készen álltok? Együtt menni fog! 1, 2, 3! Félek, hogy nem tudnak hazajönni. Újra a földön! Mi a baj, Wendy? Olyan közel voltam a kék csillagképhez, és mégsem láthattam. Lulu, mi van itt? Wow! Wendy! Nézd meg a képeket! Ezeket Lulu fent csinálta. Nem hiszem el! Ez a kék csillagkép! Mostantól ennek itt Lulu csillagkép lesz a neve. Rólad fogom elnevezni. Magic Tears! Wow! Ez elképesztő! Nézzünk vele hulló csillagokat! Wow! Nézd, Lulu, ez a te csillagképed!